Sziasztok! Én a télből eljöttem a nyárba, ugyanis képzeljétek el, a következő hetet Marokkóban fogom tölteni, és egyébként ezen a héten az utitársam Attila lesz, de hát nyilván megint késik, és hát nem várhattam ezzel a beköszönéssel, muszáj volt már itt az izgalmamat megosztanom veletek. 4,5 óra repülőút után érkeztünk meg ide Marrakesbe, és egyébként ez volt az eddigi legszebb repülőutam, annyira szép volt pont az időjárás, meg olyan változatos volt a domborzat alattunk, hogy már csak a repülőút maga egy nagyon jó élmény volt. Hát és most pedig megérkeztünk erre a csodaszép helyre, most rögtön egy városnézéssel fogjuk kezdeni, és már alig várom, hogy lássam és megmutathassam nektek. Elképesztő, mindjárt megmutatom, egy szuper medence van már rögtön mögöttem, úgyhogy holnap fel kell kelnem valószínűleg hajnalban, hogy ezt megnézzem, meg kipróbáljam, de nagyon örülök, hogy itt lehetek. Nézzétek, csak kijövök a hotelből, és rögtön ez a hatalmas medence forgat, pálmafák, ezek a vörös épületek, hát ez valami tökéletes idill. Na nézzétek, csak kiérkezett meg minden végre valahára. Ez így van! Ez így van. El voltam ámulva és bámulva a szobámon. Ugye? Meg ettől az egész helytől? Egyszerűen nagyon, fantasztikus! Úgy, alsó része is van, ott most nézem. Én az alsó részén vagyok. De ott vagy a földele. Én azt hiszem, igen. Az jól lerakott téged a pincébe. Na, izgulsz a városnézés miatt? Amúgy én kicsit igen. Én nagyon várom. Nagyon várom. Na, de csatlakozunk is, igen, mert már késésben vagyunk miattad. Mindig nagyon érdekes a szállásról az első buszút a városba, hiszen ilyenkor lehet rögtön belekóstolni a hely hangulatába, hát mi is ezt tettük. Rögtön belecsaptunk a közepébe, és megcéloztuk a főteret, aminél hektikusabb, forgalmasabb helyszínt nehezen lehetne elképzelni. Rögtön meg is kaptuk a figyelmeztetést az idegenvezetőnktől, hogy különösen vigyázzunk a majmos emberekkel és a kígyóbűvölőkkel. És amúgy mennyire abszurd már ez a mondat. Rögtön kiderült, hogy a figyelmeztetés teljesen jogos volt. Hát megtámadtok rögtön, és kaptam egy nem akart hennát. Gondoltam egyébként, hogy... Oh, really? She's really... Look at how fast she does it. Yeah, she's really fast, but I wanted to choose my own design. She is a body designer. That's great. Okay, so please skin stop designer. It, okay? Milyen vagyont kell majd fizetnem ezért, az mindjárt ki fog derülni, ugyanis nem tudtam már kirántani a kezemet, és gondoltam, hogy akkor inkább megvárom, mint hogy így tönkre tegye. Sorry, that's okay for me. Could you stop it, please? Okay. Okay, Robert, is it done? Okay, thank you. So what do we do when the guys okay. Sorry. So how much should I pay for this? 50 dirhams. It's 5 euros. Fruzsi, mi történt? Mi ez itt a kezeden? Elkaptak és meghennáztak. Ne, Fruzsi! És ráadásul még el is rontották a végét. El is rontották a végét, de azt mondták, hogy szerencsét hoz, és majd férjet fogok találni. Mert... Akkor megérte az 5 eurót. Nem sok idő volt magamhoz térni, bele is vetettük magunkat a kajás bódék végtelen sorai közé, és rögtön egy igazi ínyentséggel, a csigával kezdtük. Lehet első benyomást kérdezni? Persze, nem jó igazából, érdektelen. De kóstoljátok meg! Mezei csika valamilyen relatíve alul fűszerezett fokhagymás réka van. Megkóstolod, Kuzsi. Felvegyem, hogy megkóstolod. Felvegy szabad ide. Áj, te kis undi! Most ez komolyan? 3, 2, 1. Semmi különös. Nem, az azért mondom. Benyomás? Nem, nincs íze, semmi. Abszolút. Gyerekek, itt mindenhol bárányagy van, és a Fruzsi ezt akarja megkóstolni, csak az a férfi kit akarja. És itt még egy példa arra, hogy a figyelmeztetés tényleg jogos volt. Elég ránézni a kígyóbűvölőkre, a szemkontaktussal már meg is adtad az engedélyt, hogy a nyakadba rakjanak egyet, persze mindezt nem ingyen. Azt hiszem, hogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy jó bedobtak minket a mélyvízbe így már első este. Most értünk vissza a vacsoráról, véget ért az első napunk, és hát Attila nem bírja nélkülem, úgyhogy beköltözött az én szobámba. Hát nem tudom én magam teljesen visszafogni. Mert ott nagyon rossz volt ott egyedül abban az óriási szobában, szóval gondoltam, hogyha itt úgyis van kettő ilyen külön ágy, akkor jövök én ide, és halljátok, annyira jó voltam úgy a vacsora. Degeszre ettük magunkat, na, már alig várom a holnapi vacsorát, mert kipróbálhatom azokat a süteményeket, amiket ma nem tudtam. Na és mik az első benyomások? Nekem nagyon tetszett eddig a város, teljesen más, mint a megszokott. Az a tér, ahol voltunk, hát az nekem az kicsit sok volt, ugye az árusok ennyire az arcodba jöttek, szó szerint. Fruzsinak elkapták a kezét és meghennázták. Ja, igen, ilyen lett a hennám egyébként, szerintem jó csúnya.
Szóval amúgy mutasd. Amúgy, hát ilyen jól csinálj, de amúgy annyira nem vészes. De ez is hozzátartozik így a helynek a hangulatához, és nekem eddig, amint láttam, azt tetszett, aztán majd kiderül, hogy továbbra is tetszeni fog. Én már nagyon várom a holnapi napot. Én is nagyon várom. Úgyhogy holnap jókorán fogunk kelni, hogy minél több dolgot fel tudjunk nektek venni, meg ilyesmi, úgyhogy jelentkezünk holnap. Ja. Elkezdtük a második napunkat a Majorelle kertben, és egyszerűen valami gyönyörű. El vagyunk ájulva. Teljesen, de tényleg brutális, hogy egyszerűen így a város forgatagában itt van egy ilyen teljesen csendes oázis, olyan, mintha egy ilyen kis bambusz erdőbe érkeztünk volna meg, úgyhogy egészen lenyűgöző. A kert Jacques Majorelle francia festő tervei alapján készült, majd később Yves Saint Laurent tulajdonába is került, akinek 2008-as halála után a hanvait ebben a kertben szórták szét. Nekem ez volt az egyik kedvenc helyszínem, a város forgatagából kiszakadva mindenképp érdemes itt feltöltődni. Hát sétálgatunk most már egy ideje ebben a kertben, és teljesen el vagyunk hűlve, annyira csodaszép az egész, tényleg egyszerűen csak kapkodja az ember a szemét, mert azt se tudod, hogy hova néz, és itt olyan színek vannak, ami nálunk Magyarországon egyszerűen nem létezik. Mármint a kéknek meg a zöldnek olyan csodaszép árnyalatai váltakoznak itt, hogy egészen hihetetlen. A csodás zöld növények mellett a kert különlegessége a kék épület, aminek annyira jellegzetes a színe, hogy ezt az árnyalatot Majorelle kéknek is hívják. Itt vagyunk a második helyszínünkön, ami a Majorelle kert mellett található Yves Saint Laurent Múzeum, és hát rögtön itt a bejáratnál van ez az ikonikus fal, mindenki itt fotózkodik rögtön, amikor megérkezünk, aztán pedig bent van egy kiállítás, nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Yves Saint Laurent rengeteg időt töltött Marokkóban, egyszer azt is mondta, hogy Marrakesh előtt minden fekete volt, és a város tanította meg neki a színeket. A múzeumban egyébként valóban minden fekete, csak a kiállított ruhák vannak megvilágítva, ami számomra teljesen egyedülálló múzeumélményt adott, amihez a háttérben szóló light zene csak még inkább hozzájárult. Megérkeztünk az ebédünk helyszínére, ami egy szállodának az étterme, és az előbb már voltunk bent, és egyszerűen lenyűgöző, és tudom, hogy ezeket a mellékneveket ebben a videóban nagyon sokszor fogok ismételgetni, de Attilával nekünk tényleg folyamatosan csak leesik. El vagyunk ájulva. El vagyunk ájulva, úgyhogy gyertek be és nézzétek meg, hogy mennyire gyönyörű itt minden. Mert nézzétek, rögtön bejövünk, és itt egy ilyen szuper kínos medence, meg ilyen kis lazítózóna mellette, mindenhol ilyen oázis gyakorlatilag, olyan, mintha visszakerültünk volna a Majorelle kertbe. Gyönyörű! Ezt nézzétek, ez a kedvenc részem, van itt egy ilyen kis rózsavízzel teli kis edény, gyönyörűen néz ki, én már le is fotóztam, hogy meglegyen a telefonomnak az új háttere. Nézzétek ezt az óriási pálmafát, én egyébként még sosem láttam ekkor, hát nézzétek, milyen óriási a törzse. És szerintem ez tatója lehet rajta, nem vagyok benne biztos, de szerintem ez egy ilyen élőfélben lévő tatója lehet talán. És már itt érkezünk az étterem réthez, nézzétek meg, itt is rózsaszirmok vannak a vízben, mögöttem már lehet hallani a kis vízesést, vízcsopogást, úgyhogy ennél idilli helyszínen nem is ebédelhetünk volna. Épp Marrakesh legrégebbi mecsetje felé tartunk, és az utunkat végig ilyen narancsfák övezték, és az idegenvezetőnk azt mondta, hogy a Chanel No. 5 parfümnek az illata is ezekből a narancsokból származik, úgyhogy ilyen kis belsős infókat kapunk mi. A mecsetet, ami már a 12. század óta itt áll, turisták előtt zárva tartják, csak a vallásgyakorlók térhetnek be ide. Megkóstoltuk a kaktusz gyümölcsét is. A magyar kísérünk itt még nem tudta, hogy fotózás nélkül semmit sem szabad megenni. Ezután újra visszatértünk a főtérre, és elindultunk a bazár vége láthatatlan sorai közé. De tényleg elképesztően nagy ez a piac. Mindenhonnan új utcácskák nyílnak telistere boltokkal, amik zsúfolásig vannak árukkal, szóval itt aztán tényleg könnyen el lehet tévedni. Hatalmas volt a választék lámpásokból, bőrárukból, fűszerekből, tükrökből, amit csak szeretnél, például én egy papucsot szerettem volna, és persze alkudni kötelező.
Na Attila, mik a piacozás tanulságok? Holnapra hogyan fogsz felkészülni? Úgy fogunk alkodni, hogy megkérdezzük valaminek mi az ára, mondunk egy árat, ami nagyon alacsony, és miután mondja, hogy ez nem lehet, akkor mondjuk, hogy ok, báj, és ott hagyjuk, és reménykedünk, hogy utánunk futnak, és ami nagyon alacsony árat mondanak, és mindennek a 20%-a körülbelül a valós ár. Igen, de viszont már történt egy papucsos incidens, amikor hát, ez igen. Nem működött. Igen, szóval a Fruzsi éppen egy papucsot próbált, amikor a többiek eltűntek a szemünk elől, és a Fruzsi annyira ideges lett, meg ott az árak is összezavarták, ilyen volt a fej, elkezdett így futni körülbelül az utcán, jó, nem futott, de elég gyorsan ment az utcán, mert kerestük a többieket, az árus megrohant utánunk, és egyre mondott a alacsonyabb árakat, a Fruzsi meg, no, a Fruzsi lesz. Összezavarodtam már. Igen, aztán szegény árus szomorúan ott maradt. És én meg szomorúan papucs nélkül maradtam. Én meg szomorúan papucs nélkül, de ez holnap változni. Holnap változni fog. A tegnapi napunk nagyon változatos volt, ugyanis egy nyugodt oázisban indult a napunk, majd a bazár teljes forgatagában ért véget, és ma megint egy ilyen nyugodt kezdetét veszük a napnak, bár ott a háttérben már nagyon megy a munka az Instagram pózokkal. Mindjárt nálunk is fog egyébként. Itt vagyunk a Bahia Palace-ban, ami egy ilyen klasszikus, tradicionális marokkói riád volt. Ennek a tulajdonosának 4 felesége volt és 24 szeretője, szóval jó nagy épületet kellett építeni, hogy mindenki elférjen. Furcsa belegondolni, hogy itt van 24 szoba, és itt egymás mellett laktak az ágyasok, úgyhogy mindjárt mi is körbenézünk. A Bahia jelentése gyönyörű, és nem véletlenül kapta a palota ezt a nevet. Különleges építészeti megoldásai miatt igazán magával ragadó látnivaló. Gyönyörű mozaikok, érdekes fafaragások, színes ablaküvegek, és mellé egy 8000 négyzetméter alapterületű kert. Hiába látogatja sok turista, a tágas terek miatt nem érződik a zsúfoltság. Marokkóban, ami még különösen tetszik, hogy annyira gyönyörűek a csempék mindenhol. Nézzétek meg, itt is milyen változatos. Bárhová megyek, mindenhol gyönyörűek a színek, meg ezek az extra kis részletek. Nagyon szép. Úgyhogy sok lábas fotót készítettem. Marrakesből buszoztunk most 1 órát, és megérkeztünk az ebédünk helyszínére, az Urika völgybe, ha jól mondom. És az éttermünk egy ilyen biokertészet közepén van, vagy nem is tudom minek nevezzem, de ha itt körbenézünk, akkor mindenféle fűszernövényt meg gyümölcsöt termesztenek. És valamiért úgy érzem, mintha halkan kéne beszélnem, mert akkora csönd van itt, csak madárcsicsergés van, meg néha egy-egy kakas kukorékolás, hogy annyira lelazított ez a hely körülbelül 2 perc alatt, hogy el sem akarom hinni, itt akarok maradni. Nézzétek meg ezt a narancsfát is, mennyi gyönyörű narancs van rajta. Hú, de megkóstolnék egyet, de gondolom nem ildomos letépni róla egyet. A nyugalomból vissza a főtérre. Egyébként teljesen hihetetlen volt számomra, hogy minden éjjel lebontják az összes kis kajásboltot és délután rakják őket össze újra. Egy gyors mentatel után indultunk is tovább a bazárba, ezúttal már vásárlási céllal. Visszaértünk a szállásra, és Attila, elmondanád, hogy miket sikerült vásárolnunk a bazárban? Aha, semmit. Semmit! Nem hiszik el, hogy ez hogy történt, teljesen felkészültünk, de képzeljétek el, egyszerűen most senki nem volt hajlandó az alkudozásra, pedig ez ilyen tipikus alkudozós bazár. Nem is értjük. És felkészültem, erre vártam, mondtam a Fruzsik egész nap, hogy jaj, alig várom, hogy már alkudozhassak, és senki nem volt hajlandó lejjebb menni, szóval mondták valami tök gagyi papucsra, hogy 500 dirham, ami körülbelül 15.000 forint, én meg mondtam rá, hogy micsoda, a maximum 100, ami olyan 3000, és szerintem körülbelül annyit is ért, vagy még annyit se. És mondták, hogy nem 500, és nem voltak hajlandóak lejjebb menni, ilyen, így mentek csak lejjebb, hogy oké, akkor legyen 480. Úgyhogy tegnap teljesen más stílusban ment ott az egész a bazárban, úgyhogy nem is értjük. Pedig próbáltunk venni papucsot, párnahúzatot, táskát. Hát a táskát sajnálom a legjobban, mert az tényleg nagyon szép aztán volt. Nagyon szép de volt. Egy ilyen picike táskát is szintén 15.000 forintért akartak adni. Úgyhogy úgy voltunk vele, hogy még úgy is fogunk menni másik városban is bazárban, úgyhogy majd ott próbálkozunk. Most meg már várjuk a vacsorát, mert hát őrültem éhesek vagyunk. Mindjárt és elájulok. Várom, hogy szétegyem magam a süteményekkel, mert ma két sütemény. Maximum. Ma volt az első nap, hogy reggelinél és ebédnél nem ettem magam halálra, úgyhogy most úgy gondolom, hogy megérdemlem a dupla süteményt. Ezt meg még meglátjuk. Na jó, most már lerakom, mert leszakad a karom. Jelentkezünk holnap. Itt vagyunk éppen egy argánfa földön. Mindenhol argánfák vannak körülöttünk, amikor egyszer csak itt egy fa tele kecskével.
Na de most komolyan, annyira abszurd volt ez az egész látvány, érzésre a semmi közepén egyszerre csak itt egy fa tele kecskével. Hát nem hihetetlen? És itt persze ez a helyieknek egy megszokott látvány. Úton vagyunk Marrakesből már a következő városba, Essaouira, de útközben megálltunk egy ilyen argánolaj manufaktúrában, ahol megnézzük, hogy hogyan készítik el az argánolajat. Itt csak nők dolgoznak, mert nagyon kíváncsi vagyok, hiszen annyi kozmetikumban használják, és itt a vezetőnk azt mondta, hogy az összes nagy kozmetikai cég innen Marokkóból vásárolja az argánolajat, mert itt a legjobb, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogyan készül el. Itt aztán tényleg első kézből nézhettük végig az argánolaj készítésének folyamatát. Először is összegyűjtik az argánfákon található argándiót, aminek a külső bevonata a kecskéknek is a nagy kedvence egyébként, ezért másznak a fákra, ám a belső kemény magot már nem tudják megenni, de az olajhoz viszont pont erre van szükség. Szóval első lépésben a diót megpucolják, majd feltörik, hogy hozzáférjenek a belső maghoz. Az étkezéshez használt olaj kinyeréséhez megpirítják a magokat, majd ebből préselik ki az olajat. Kozmetikai célú használatnál a pirítást kihagyják, anélkül préselik ki az olajat. A folyamatot továbbra is kézzel végzik, sok helyi berbernő megélhetését adja ez a munka. Egy liter olajhoz egyébként körülbelül 25-30 kg argándióra van szükség, ebből 2 kg mag lesz, amit nagyjából 2,5 nap alatt hámoznak és törnek fel, hát nem semmi munka van mögötte. Megkóstoltuk az argánolaj két étkezési formáját is, egy mandulás tökmagos és egy mézzel kevert verziót, és mindkettő valami mennyei volt, úgyhogy ezekből Attilával mindketten vettünk otthonra is. Essaouira az óceánparton található kikötőváros. Itt számomra sokkal nyugodtabb és barátságosabb volt a hangulat Marrakeshez képest. A helyi medina is jóval olcsóbb, nem voltak annyira rámenősek az eladók, így szívesebben sétálgattam itt órákon át. A másnap reggelünket is a parton indítottuk. Az óceán mindig különös hatással van rám, mert sehol nem lehet ekkora hullámokat látni. Ha Marokkóban jártok, akkor mindenképpen látogassatok el Essaouira-ba. Nem bírom egyszerűen megjegyezni a nevét. Talán így kell mondani. Marrakestől 2-3 óra autóútra lehetett, viszont itt sokkal-sokkal barátságosabbak az emberek. Ezerszer, tényleg. Nincsen akkora pörgés, és a bazárban is annyival jobbak az árak, meg sokkal jobbak, meg és lehet alkudni is. És ezt figyeljétek! Sikerült megvenni a papucsot, amit akartam, amit Marrakesben 500 dirhamért akartak itt nekünk adni, tegnap 100 dirhamért sikerült megvenni, ami kb. 3000 forint. Szóval ez egy nagyon jó vétel volt. Igen, úgyhogy most már üres kézzel nem megyünk haza, meg mindenféle ilyen fából készült dolgok is voltak. Én vettem egy kis ládikát, meg egy tálcát. Még mindig itt vagyunk az óceánparton, de már indulunk tovább hamarosan Agadirba, ugyanis az utolsó két napunkat ott fogjuk eltölteni. Ma már itt vagyunk Tarutant városában, ami Agadirtól nem messze van, és eredetileg azzal a célra épült ez a város, hogy ez lesz a főváros, úgyhogy Marrakesh nagyanyjának is nevezik. Most itt vagyunk a várfalakon, itt picit körbesétálunk, vagyis városfalon pontosabban, és egyelőre nagyon tetszik a hangulata, mert ilyen tipikus, ilyen tradicionális városnak tűnik. Nézzetek ti is szín. A helyi piac tényleg egy igazi helyi piac volt. Mármint itt sokkal kevesebb turista van, így ez a kínálatban is meglátszik. Ez tényleg egy olyan hely, ahol az itt élők megveszik a zöldséget, gyümölcsöt, a ruhákat és a mindennapokhoz szükséges eszközöket. Mindenképp érdekes színfoltja volt az utazásnak, de azért helyi kíséret nélkül valószínűleg nem mentem volna be. Nézzétek csak mögöttem, hogy milyen gyönyörű helyen vagyunk megint. Ez a mai ebéd helyszínünk, a szállodához tartozó kis teraszon kajálunk, és most meg a kaja után kijöttünk ide a medencéhez, és annyira nyugtató ez a kis vízcsomogás mögöttem. De amit el akartam mondani, hogy én nem tudom, hogy vagy az én ízlésem változott meg, mert én egyébként szerintem eléggé válogató szoktam lenni a kajákba, de itt Marokkóban egyszerűen mindent imádtam eddig. De tényleg mindent. Mindent felettem, az utolsó morzsáj. Még az én kajámat is. Nem tudom, hogy hogy történt, de szó szerint az előételtől a desszertig mindig minden annyira ízlik, hogy annyit ettem az utóbbi egy hétben, mint így a tavalyi egész évben, legalábbis desszerteknél egész biztosan, hogy így van, úgyhogy itt fantasztikus kaják vannak. Ó, és én a kávénk, ha jól látom pont. Akkor menjünk is.
Hát ez volt a mi csodás hetünk Marokkóban, rengeteg íz, szín, élmény és impulzus. Régóta szerettem volna már ide eljönni, és nagyon örülök, hogy most sikerült, mert felejthetetlen élmény volt ez az utazás. Remélem, át tudtam nektek adni valamit a hangulatból. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!